Az év elején bevezetett gyedextával lényegesen könnyebb helyzetbe kerültek a családok, hangsúlyozta a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, aki hozzátette, az ellenzéki szövetség ezt szeretné megszüntetni. Szól arról is a gyedextra, ami sohasem volt még a magyar család támogatás történetében, hogy az egyetemi főiskolai hallgatók számára megnyílt az a lehetőség, hogy a korábbi szabályozott keretek kell ellentétben főiskolai egyetemi hallgatók is jogosultak lesznek a gyedre, nem csak a gyesre, ami alanyi jogos ellátás volt. A politikus azt is elmondta, ez egy olyan támogatási rendszer alapjait jelenti, amely a munkavállalási oldalról és a gyed-gyes ellátásának oldaláról is megadja a nők édesanyák számára azt a szabadságot, hogy ne kelljen választani a munka vagy a gyermekvállalás között. Az elmúlt napokban azok a szocialista összeboruló partnerek, akik korábban elvettek a gyesből egy egész évet, akik korábban elvették az ellátások egy részét, akik korábban nem segítettek a családoknak akkor, amikor a legkilátástalanabb helyzetük volt, sorban szólják el magukat, Gurmai Zita elvenné a gyedextrát, Gyurcsány Ferenc megváltoztatná az adórendszert, eltörölni az egykulcsos adót és magasabb adókulcsot vezetne be. Az aláírásokat elsősorban online gyűjtik, de a megyei Fidesz irodákban is elérhető a nyomtatvány.